amikor megjelenik egy új búváróra, akkor az legelső hozzászólások között van mindig az, hogy ú, hát hogy ez egy Rolex kopi. És hogyha ismersz valakit, aki hasonlóan gondolkodik, vagy te esetleg ilyen vagy, akkor ez a videó neked szól, ugyanis most erről lesz szó, el fogom mondani, hogy mi az, amit tényleg a Rolex talált és mi az, amit egyáltalán nem a búvárórák között. Ez is, mint az összes többi hosszú rész, felkerül a legnépszerűbb podcast platformokra. Fent vagyunk itunes on spotify -on és Google podcast is, a sorozatnak saját weboldalban, fent vagyunk Instán és természetesen TikTokon is. Kezdjük szerintem az egyik legegyszerűbb dologgal, a forgatható lünettával. A forgatható lünetta egy olyan dolog, amit, ha jól emlékszem, abszolút értelemben és először tényleg arra lesz használt legjobb emlékeim szerint 1931-ben az úgynevezett zérógráf volt az első óra, ami megjelent. Igaz, teljesen máshogy nézett ki, mint a búvárórákon, és két irányba is lehetett forgatni, tehát nem volt olyan, mint mondjuk a Blampannak a Fifty Fétömzén, vagy a Zódiáknak a sea esetleg ugye a Submariner-en, hanem hogy konkrétan ez egy mindkét irányba forgatható lünetta volt, és ugye ez ismétlődött meg az 50-es években is a tornográfon is, tehát hogy két korábbi elődje is volt egyébként ilyen formán a Submarinernek, úgyhogy szóval itt tényleg igaz az, hogy a Rolex találta föl. Sokszor úgy gondolják az emberek, hogy ú, a Rolex csinált először vízálló És ugye volt Hans Wilsdorfnak a Rolex alapítójának 1926-ban egy szabadalma, amit egyébként 27-ben jegyeztek be, de 26-ot tartják nyilván. Ugye ez a Rolex Oysternek a megjelenése, és ez volt gyakorlatilag a Rolexnek a saját definíciója szerint az első vízálló csak hogy nem egészen így van a dolog, 1851-ben már létezett vízállótok, a Veltham 1885-ben szintén saját fejlesztésű vízállótokot, nyilvánvalóan zsebórát már forgalmazott, úgyhogy ebben az elsőség egyáltalán nem a rolex -e. és ha még tovább akarunk menni, és azt mondjuk, hogy jó, de akkor vízálló karórából biztos, hogy Rolex volt az első, még ez sem igaz. Az oyster közel tíz évvel megelőzte egy úgynevezett Submarine Watch, aminek semmi köze a Rolex submariner ez nem is a Rolex gyártotta, viszont ez egy karóra volt. A ráforrasztott fülekből lehetett gondolni, hogy valójában az alapja ennek valamiféle zsebóra volt, és ez valószínűleg így is van, de ettől ezt az órát még karóraként hordták, és dokumentálhatóan ez volt az egyik első vízáró karóra, ami igencsak megelőzte a Rolexet és ugye, ha már itt a szabadalmi dolgokba belementünk, akkor ezt folytassuk, ugye Hans Wilsdor bejegyeztette a koronazáros szabadalmát 1926-ban, amit 27-re jegyeztek be, Amerikában, Angliában és Németországban is, viszont nem eszik olyan forró a kását. Menetes koronazára való tekintettel, már sokkal korábban is léteztek szabadalmak. Az egyik híres például az 1891-es Fitch féle, ami nagyon nagyban hasonlított a, a, a Hans Wilsdorf féle szabadalomhoz, sőt, hogy, sőt, meg egy érdekesség, 1925. október 30-án Paul Perego és George Peré bejegyeztetett Svájcban, Lasodfonsban egy a Rolexes koronazárhoz nagyban hasonló koronazár szabadalmat, amit egyébként a Hans Wilsdorf Megvásárolt, majd később egyébként bejegyeztette a saját nevén. Ez eltért részletekben egyébként a, a, hivatalos, ö, oyster a hivatalos Rolex oyster-okban használt szabadalomtól, de azért nagyon-nagyon nagyban hasonló volt hozzá. Ez is egy kicsit olyan, mint a világon nagyjából minden, hogyha valakit valamilyen szabadalomról ismersz, azt általában nem ő találta fel, hanem ő csak egy korábbi ötletet felkarolt dolgozott rajta, tökéletesítette, vagy csak egyszerűen ő, itt, ő tudta piacra vinni. Nagyon úgy tűnik, hogy itt is ez történt. A másik kedvenc legendám a dátumablak, és ez nem a Submarinerhez köthető kivételesen, hanem azt mondják, hogy a cégnek a 40. szillapjára, az 1945-ös Rolex Datejust-nak a megjelenése az, amikor megjelent a dátumablak az órákon, és ez nekem így nagyon gyanús. Tehát, hogy amikor az ember egy ilyen kézenfekvő legendát hallok, akkor elkezd gondolkodni rajta, hogy tényleg 1945-ig senki nekem jutott az eszébe, hogy akár karórán, akár zsebórán lehetne dátumablak, és hát természetesen itt sem ennyire kézenfekvő a dolog. Korábban már az 1800-as években léteztek olyan órák, amikor úgynevezett Pointerdét volt, tehát hogy egy mutató mutatta az adott napot. Viszont ez nem dátumablak kétségtelenül, de dátumablakkal már 1915-ben előjött a Movado, tehát hogy nem is egy kis cégről beszélünk, és nézzétek meg, oké, okay, itt nem három óránál volt a dátumablak, hanem hat óránál, de teljesen egyértelműen dátumablakról beszélhetünk. És hogy még azt sem mondani, hogy de akkor a Rolex a három óránál lévő dátumablakot mutatta be először, a Zsirált Peregónak volt egy testvérmárkája, a Mimo, és a Mimo hallgató órát 1930-ban mutatták be, ahol létezett dátumablak három óránál. Úgyhogy hát sajnálatos módon ez a dolog sem áll fent. És akkor jönnek még nagyon sok, hogy ú, hogy de hát, hogy a, számlapnak az elrendezése, ezek a minimalista dizájnok, meg a mutatók, meg a minden, ez biztos, hogy saját Rolex találmány. És ha megnézzük annál egy kicsit korábban megjelent órákat, ugye most gondolok a Fifty fathoms és gondolok ugye a Seawolf-ra, akkor egyértelműen látszanak a hasonlóságok, viszont hogyha megnézzük a Hamiltonnak ezt az úgynevezett Kantin névre hallgató óráját, ami már a második világháború alatt szolgálatban volt, mert hogy ugye az amerikai masszemtán a, a haditengerészet és a pilótáknak volt ilyen órája, akkor, akkor látható, hogy ezek az órák azért eléggé hasonlítanak a ma ismert búvárórákra, órákra, és eléggé el lehet képzelni, hogy inkább ezekből fejlődtek ki a búvárórák, órák, mint hogy az lett volna, hogy a Rolex így most hirtelen így Feltalált valamit. És itt is uh, számfestéses indexek vannak, és vannak mellette órákat jelölő pöttyök is, hogyha esetleg uh, abból egyszerűbb lenne uh, tájékozódni és hogy még egy fokkal bonyolítsuk a történetet, a második világháború alatt a Panerai az olasz haditengerészetnek már adott el vízálló órákat, természetesen ezeknek is már volt vízálló tokja, minimalista indexelésük, és hát ugye a radiomír név a rádiumos festékből származtathatóan, ugye ismerjük ezeknek az óráknak ezt a fajta szomorú történetét, és főleg a rádiumos lányoknak, akik ugye festették ezeket az óra számlapokat, de hogy, de hogy ezek az órák léteztek már a Submariner megjelenése előtt több mint tíz évvel. És egy másik nagyon hasonló még, hogy úgy, hát, hogy a perpetuál, hogy az automata szerkezet, az biztos, hogy a Rolex találta föl, mert hát senki más nem csinált még ilyet. És ez megint csak féligasság, ugyanis magát a teljes automata szerkezetet abban a formában, ami azt jelenti, hogy teljesen körbeforduló rotorral rendelkezik, 1700 1977-ben Louis Abraham, és nem Bregé, hanem Perelé már feltalálta. Ekkor még azért ez nyilván teljesen másképp nézett ki, megint csak zsebóráról beszélünk, nagyon érdekesen kinéző súlyról beszélünk, de egyértelműen az van, hogy az Oyster, hogy a Rolex Oyster Perpetual, vagyis hogy a teljesen körbeforgó automata szerkezet előtt már ezt feltalálták, és a két irányba húzó rotort sem Rolex találmány, mielőtt esetleg valaki erre is gondolnak. Sőt, egy skót órásmester saját magáról feltalálta az úgynevezett Harwood automata szerkezetet, amit egyébként még Fortis órákban is lehetett látni. Ennek az egyetlen problémája, hogy nem 360 fokban, csak 270-ben tudott forogni, és a végén ilyen kalapácsok voltak, és ezt ezért hívják ilyen kalapácsos automata szerkezetnek. És van még egy fontos alkatrésze a búvár óra toknak, amiről nem ejtettünk szót, ez pedig a menetes hátlemez. Természetesen ezt is gondolhatnánk, hogy ú, hát nyilván 1926 az Kész, és ők találták föl, és minden, de nem erről van szó. 1894-ben a Borgel névre hallgató tokgyártó már reklámozta a saját lecsavarható hátlemezes óráját. Igaz, ott egyrészt zsebórákról beszéltünk, másrészt maga a megoldás teljesen más volt, de ettől függetlenül is az van, hogy lecsavarható hátlemezt nem, a Rolex talált fel először, pedig én már voltam majdnem olyan jó szív, hogy azt mondjam, hogy jó, az számítson bele az Oyster tokba, és így hagyjuk rá, hogy ők is találtak fel valamit, mint mondjuk a forgatható lünettet, de nem, már feltalálták előttük és hát persze az alapfeltevés, hogy na de azért mégiscsak a Rolex csinálta az első buvárórát, és ugye természetesen ez sem igaz. 1932-ben gyártotta az Omega a mai, ismereténk és mai sztenderjeink szerinti első igazi buvárórát. Ez az Omega Marine névre hallgató óra. Sőt, egyébként az a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy ez egy kísérlet család volt, és a Pateknek is volt egy Marin névre hallgató, és erre nagyon emlékeztető órája, bár az szemben az Omega-nak az Omega a marinjával nem került kereskedelmi forgalomba. Viszont ugye ez egy duplatokozású óra, ami kézi húzós volt, és volt egy külső tokja, volt egy belső tokja, ezt be lehetett rögzíteni. És az egyetlen problémája, hogy az óra kézi húzós volt, és nem lehetett használat közben felhúzni. De nyilvánvalóan azért ez teljesen irreális az, hogy a, valaki a víz alatt állítgatja az óráját, hogy víz alatt húzza fel. Tehát nyilván ezt merülés közben fel kellett húzni. És egyébként ez a probléma, ugyanis az első oyster szintén nem automaták, hanem kézi húzósak voltak, és csak 31-től ugye az oysterek oyster perpetuálok. Úgyhogy végérvényesen ennyit szerettem volna most arról, hogy mi az, amit a Rolex talált fel a búvárórákban, és mi az, amit nem. Úgyhogy ha tetszett, akkor hagyj egy lájkot, és küldd el valakinek, akinek szerinted szükség van erre a tudásra, ha pedig nem tetszett, akkor így kommentet. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!